A Vidék Érték elnevezésű konferenciát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati képviselőknek és termelőknek tartották. A rendezvényen az Agrárvidékfejlesztési államtitkár Kis Miklós arról beszélt, hogy mely területek kiemelt fontosságúak a 2020-ig tartó 1300 milliárd forintos keretösszegű programban. Ezenek a jelentős részét mi beruházásokra igyekszünk fordítani, elsősorban olyan agrárberuházásokra, amelyekkel a kis és közepes családi gazdaságok versenyképességét segítjük, főleg a kertészetben, állattenyésztésben, zöldséggyümölcs termesztésben, az élelmiszeriparban kiemelten, illetve nagyon sok környezetvédelmi és más agrárberuházás jellegű támogatásról rendelkeztünk, de természetesen a települési önkormányzatok, a kisebb települések is a helyi fejlesztéseket, a helyi igényeknek való beruházásokat ebből a programból tudják majd megvalósítani. Nyíregyháza polgármestere ehhez hozzátette, a megyeszékhelyen az elmúlt években számos olyan beruházást hajtottak végre, amelyek az agrárium fejlődését szolgálják. Az elmúlt években azért építettünk több termelői piacot, újítottuk fel a buzatéri piacot, hogy a Bokortanyákban, illetve az agglomerációban élő őstermelőknek ténylegesen legyen piaca, hiszen itt él 120 ezer ember, falvak pedig általában azért még sokan megtermelik maguknak, tehát ott mint piac nem igazán jön szóba. Másik ilyen terület a szakképzés, ugye erre külön hangsúlyt fektetünk, hogy a fiatalok megfelelő képzést kapjanak, és hát az infrastruktúrától kezdve számtalan olyan közös ügy van, a hagyományőrzése bezárólag, amiben Nyíregyháza is komoly szerepet vállal. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke szerint a megyében két jelentősebb problémával kell foglalkozni. Az egyik az egyes kategóriájú növényvédőszer használatának szabályozása, valamint az öntöző víz felhasználásának kérdése. Ezzel kapcsolatban televíziónknak elmondta, vannak elképzelések a földfelszín alatti vízkészletek használatának kiváltására. Van nekünk több olyan folyónk, amiből ezt a vizet hasznosíthatnánk, és van is rá elképzelésünk, ha csak arra utalunk, amit már magukkal is megbeszéltünk, hogy a Hajdú megyével összefogva akár a Tiszát a keleti főcsatornáról összekötve pont olyan területeket nyernénk meg öntözhetővé, ami egyébként nagyon rászorult gondolok itt a vízválasztónak az elvezetésén, és ezeket a csatornákat pont onnan táplálnánk meg, ahonnan ered, zsiliprendszerek keresztül több tízezer hektárt vonhatnánk be az öntözéshez, és ezzel nem veszélyeztetnénk a talajvíz készletünket, illetve az ivóvíz készletünket. Rácz Imre azt is elmondta, a növényvédőszerek használatának korlátozására vonatkozó szabályozás elhalasztását kérik, mivel az új feltételek több ezer gazda számára tiltják az úgynevezett egyes típusú, más készítménnyel nem kiváltható növényvédőszerek használatát.